Minden ötödik gyerek szorong a koronavírus miatt, állapította meg egy évelei nemzetközi felmérés. Noha a pandémia harmadik hulláma azóta lecsengett, a mentális terhektől sokan nem tudnak szabadulni azóta sem. Természetesen nem csak a fiatalok küzdöttek meg a megváltozott körülményekkel, a felnőtt korúak közül is sokan fordultak szakemberhez lelki problémáik vagy azok következményei miatt. És akkor azokról nem is beszéltünk még, akik nem kértek segítséget. Ezt a témát is feszegetjük a következő bő fél órában, és hogy még mivel foglalkozunk, már is mutatjuk, üdvözlöm Önöket! Új ÁFA szabályok, nagy változások az online vásárlásban. Közigazgatása a járvány idején plusz feladatok hárultak a kormányhivatalokra. Szorongás, függőség, sokan kerültek nehéz helyzetbe az elmúlt hónapokban. Drágábban rendelhetünk külföldről különféle termékeket. Július 1-jével megszűnt a 22 eurós áfamentes értékhatár, így minden unión kívülről érkező áru után áfát kell fizetni. Az ugyanakkor jó hír, hogy az áfa fizetés egyszerűbbé vált, a hónap eleje óta kevesebb adatot kell megadni az import árunyilatkozaton a 150 eurót meg nem haladó értékű küldeményeknél. Köszöntöm a stúdióban Magyar Norbertet, a NAV Szabolcs-Szatmár-Berek megyei sajtóreferensét. Jó estét kívánok! Kezdjük el. Mit is jelent ez pontosan, ez a 22 euró és 150 euró közötti összeghatár? Milyen szabályok vonatkoznak, és hogyan kell megfizetnünk ezt az áfát? Eddig ugye egy hármas sáv volt jellemző a külföldön rendelt termékek esetében. Ez azt jelentette, hogy a 22 euró alatti termékeket minden adó, vám, teher és áfa teher nélkül lehetett rendelni külföldről. Szabadon természetesen csak a termék árát kellett megfizetni. Nagyon egyszerű volt ennek a rendelése, ez most már megszűnt július 1-jével a 22 euró alatti termékek esetében is áfát kell fizetni, mint ahogy a 150 euró alatti termékek esetében kellett korábban. Úgyhogy ez az értékhatár, mondhatjuk, teljes mértékben kitolódott, hiszen hogy összességében nézem, akkor 150 euró alatti értékű termékek esetében áfát kell fizetni minden esetben, sőt egy vámárú nyilatkozatot is kell kitölteni. Hiszen, hogyha az unión kívülről rendelünk, általában ezek a nagyobb beváruházokon keresztül történik meg ez a rendelés, akkor muszáj egy nyilatkozatot kitöltenünk, és muszáj ezt a vámkezelést végigvinnünk, és kifizetnünk az áfát is innentől kezdve. Nagyon sok esetben a nagyobb webáruházak erre berendezkedtek már külföldön, tehát ők már magához a termék árához a vásárláskor felszámítják az éppen aktuális ország szabályai szerint megfizetendő áfa mértéket is, természetesen ezt jelzik is a vásárlás során, és miután a vevő megfizette ezt az áfa mértéket, ők az illetékes hatóság felé ezt továbbítják, ilyenkor a vevőnek már nincsen más teendője. Azonban előfordul az is, hogy ez nem történik meg. Ilyenkor a csomagszállító céggel kell esetlegesen, vagy lehet esetlegesen lerendeznünk ezt az áfa fizetési kötelezettséget, illetve a vámárú nyilatkozatot, hiszen a postai szolgáltató például automatikusan megteszi ezt. Viszont figyelni kell arra is, hogy ennek egy plusz költsége keletkezhet. Hogyha valaki esetlegesen úgy gondolja, hogy ezt a plusz költséget nem szeretné még kifizetni és tovább terhelni ezt az alacsony értékű terméket, az áfán kívül is esetlegesen még plusz fizetendő költségekkel, akkor megteheti saját maga is ezt a vámárú nyilatkozatot. Erre hozta létre a Nemzeti Adó és Vámhivatal az új e-vám felületét. Ezt a NAV-nak a honlapján megtalálhatják az e-kereskedelem főre kattintva. Ez elnavigálja ez a felület az e-vám felületre az adózókat. Itt megadhatják azokat az adatokat, amelyeket a vásárlás során is egyébként már megadnak. Természetesen a saját adataikat, illetve a vásárlásra kapcsolatos termékadatokat, illetve a termék értékének az adatait. Itt a program ki fogja számolni majd a fizetendő áfát is. Ezt a fizetendő áfát akár bankkártyával, akár utalással tudják teljesíteni, és ennek már nincsen plusz szolgáltatási költsége. Lehet, hogy egy kicsit bonyolultabban hangzik, mert ugye egyszerűbb, hogyha megcsinálja nekünk ezt maga a szolgáltató vagy értékesítő, vagy pedig a csomagszállító cég. Azonban itt plusz költségekre számíthatunk. Azt gondolom, hogy mindenki már a digitális korszakba kezd lépni, tehát néhány kattintással valóban elintézhető ez az ügy. És talán ez is ösztönzi az embereket arra, hogy az ügyfélkapu felé nyissanak, hiszen ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek azok, akik meg tudják ezt tenni, ezt a vásárlást le tudják bonyolítani, hiszen be kell jelentkezni ehhez, be kell, hogy azonosítsuk az ügyfeleket. Mit jelent ez az új egyablakos rendszer?
Ez az egyablakos rendszer ugye azt szolgálja, egyébként a külföldi cégeknél is nálunk is teljesen más jelent, hiszen a külföldi cégeknél azt jelenti, hogy a vásárlással együtt történik meg az áfa fizetése is, ugye innentől kezdve az utalás is. Nem kell az ügyfélnek külön még a vámáró nyilatkozatot benyújtani, külön áfa fizetésre megtenni az utalást, és akkor azon keresztül majd a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé történik meg a kifizetés, hanem ez egyszer a fizetéssel együtt megtörténik. Itt nálunk ez az egyablakos rendszer pedig azt jelenti, hogy a vámáró nyilatkozattal egy időben tudja az áfa fizetési kötelezettségét teljesíteni, hangsúlyozom a 150 euró alatti termékek esetében, hiszen néhány kattintással magát a nyilatkozatot is megteszi, és a befizetési kötelezettségének is eleget tehet, akár elektronikusan is. Magyarul, ha valaki rendel interneten keresztül egy külföldi terméket, akkor a rendelési folyamatban fog megjelenni az, hogy neki milyen nyilatkozatokat kell tennie, és hogy hogyan fogja megfizetni ezt az áfát. Így van, ez a webáruháztól függ, még egyszer hangsúlyozom, hiszen nagyon sok nagyobb webáruház már korábban is így csinálta, hiszen a 22 és a 150 euró közötti értékű termékek esetében már korábban is áfát kellett fizetni. Ugye ez a nagyon alacsony értékű, viszonylag nagyon alacsony értékű termékek esetében nem volt így. Ugye nagyon sokan rendeltünk apró kütyüket Kínából, és ezekre az apró kütyükre vonatkozik most már ez a rendelkezés is. Ugye sokan eddig nem is találkoztak ezzel, hiszen a kísértéknek kb. 6000 forint alatti értéknél ezt nem tették meg, ugye nem volt erre szükség. Változtak a készpénzellenőrzési szabályok a határon. Ez mit jelent? Ez azt jelenti egész pontosan, hogy az 1000 euró alatti értéket is be kell jelenteni most már. Ez azt jelenti, hogy ha valaki készpénzt hoz magával, akkor korábban is bejelentési kötelezettsége volt a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé, hogyha belépett Magyarországra. Azonban nem minden esetben tették meg, hiszen itt például az aranyrögök, az aranyporok, az aranyékszerek vagy a valuta helyettesítő eszközök, ezek nem tartoztak bele. Itt most már, hogyha valaki ennél az összegnél nagyobbat, vagy ennek az összegnek megfelelőt hoz magával, akkor mindenképpen bejelentési kötelezettséget kell tennie. Nagyon sokszor előfordult az, hogy úti poggyászokba, csomagokba találtak a vámellenőrzések során olyan ékszereket, olyan valutákat, valuta helyettesítő értékpapírokat, stb., amelyet nem nyilatkozott le az országba belépő ügyfél. És ilyen esetekben természetesen ezeknek a fekete értékesítése akár országon belül is megtörténhet, mielőtt tovább utazik. Azt a célt szolgálja, hogy a gazdaságot fehérítse ez az intézkedés. Természetesen ezt a nyilatkozatot a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai segítenek megtenni az ügyfeleknek abban az esetben, amikor belépnek az országba, hiszen segítenek kitölteni is. Itt magyar állampolgárokról beszélünk, akik külföldről térnek haza, vagy külföldi állampolgárok. Igen, ugyanez a szabály vonatkozik rájuk is, hiszen azokat a szabályokat figyelembe kell venni, amik Magyarországon érvényesek, amikor beutaznak. Végül egy teljesen más téma, de talán aktuális is. Folyamatosan foglalkozik vele az adóhivatal, az adóelkerülés, illetve a cégtemetők problémájáról. Ebben is történt valami változás, úgy tudom. Igen, egész pontosan azokat az eljárásokat indítottuk meg, illetve erősítettük meg, amelyek az adóelkerülést szolgálják, hogyha tartozással rendelkezik egy vállalkozás, hogy nagyon gyakran cégtemetőket próbálnak alkalmazni, megpróbálják bebuktatni ezeket a cégeket a vagyonkimentés miatt, ugye, hogy a tartozás megfizetését elkerüljék, olyan cégeknek, olyan magánszemélyeknek, olyan külföldieknek adják el azokat a cégeket, amelyek esetlegesen csődbe mennek, amelyeket utána nem tudnak végrehajtás alá vonni a hatóság emberei. Ezt elkerülve indítottunk meg már több ezer ilyen eljárást, egyébként 3000 eljárás le is zárult már sikeresen. Azokban az esetekben, ahol cégtemetőt alkalmaztak, tehát vagy hajléktalan személyeknek, vagy külföldieknek adták el a cégeket, megpróbálva a vagyont kimenteni. Az eljárások többségében egyébként több száz eljárásnál nem is jutottunk el a bírósági eljárásig, hiszen megegyezett a hivatal, illetve a cég vállalkozó személy. Ez azt jelentette, hogy rendezte a tartozását. Nagyon fontos, hogy a bírósági eljárás során akár a magánszemélyek is, hogy a korlátolt felelősségű társaságként ugye nem felelnek magánszemély vagyonnal, a cég vagyonáért, illetve az esetlegesen keletkezett tartozásokért, akkor innentől kezdve már ez alól a felelősség alól sem bújhatnak ki, hiszen az azt jelentette a bírósági határozatok alapján, hogy kötelezhette a bíróság arra, hogy a magánszemély a magán vagyonával feleljen, illetve a továbbiakban pedig cégvezetésben nem vehetnek részt, tehát akár a határozat alapján 5 évre is eltilthatók az egyéb cégvezetéstől. Hát meglátjuk majd ennek az elrettentő hatásait. Magyar Norbert, köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdióba. Én is köszönöm szépen.
Jelentősen átalakította az életünket a koronavírus járvány és az azzal járó szigorítások. A pandémia a kormányhivataloktól is többlet feladatokat kívánt, elsősorban az oltási folyamatba való bekapcsolódással. Ennek során sok helyen sokakkal kellett együttműködniük, mondta el a 35 percnek adott interjújában a megyei kormány megbízott. Román Istvánnal Hudáki Zoltán kollégám beszélgetett. Az elmúlt bő egy évben jelentősen megváltozott az életünk, számos területen a koronavírus járványnak köszönhetően, mivel a megyei kormányhivatal azért több főosztályán és osztályán keresztül az élet számos területén képviselteti magát, így a hivatal munkájában is jelentős változásokat hoztak ezek a hónapok. Kezdjük azzal, hogy melyek voltak azok a jelentősebb változások, vagy akár plusz feladatok, amiknek meg kellett felelni az elmúlt hónapokban? Azt gondolom, hogy az élet nagyon sok területén olyan változások mentek végbe, amelyek nem biztos, hogy a kedvünkre valóak voltak. Azok az intézkedések, amelyeket be kellett vezetni, és amely intézkedések azt a célt szolgálták, hogy a járvány terjedését akadályozzuk, bizony azt eredményezték, hogy át kellett alakítani a mindennapi életünket is. És nyilvánvaló, amivel egy ilyen helyzettel találkoztunk szembe, erre az államnak is reagálni kellett, és az államigazgatásnak is. Magyarországon a területi közigazgatás az a kormányhivatali struktúrára épül, és több olyan feladatunk is volt az elmúlt időszakban, amit felülírt vagy átírt a járványhelyzet, illetve hát ami rendkívül fontos az az, hogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly lakossági elvárás is ilyen esetben a kormányzat az állam irányába, hogy a megfelelő intézkedések azok megtörténjenek. Ilyen tekintetben is átalakult az életünk, mert hogy a munkánk egy jelentős részét a járványhelyzettel való foglalkozást tette ki. Természetesen a hivatali élet az nem állt meg, de amellett nagyon sok plusz energiát kellett mozgósítani a kollégáinknak, hogy a járványhelyzettel is meg tudjunk küzdeni. Nyilván szükség volt a lakosok együttműködésére és azok együttműködésére, akik azokban a különféle intézményekben élnek, ahova eljutottak a kormányhivatalok munkatársai az oltások során. Mik voltak a tapasztalatok az elmúlt hónapokban? Mennyire voltak együttműködőek? Azt gondolom, hogy az oltóanyagot már nagyon sokan vártuk, hogy végre hozzá lehessen férni, hozzá lehessen jutni. Tavaly december 27-én volt az első oltási nap. A kormány elfogadott egy oltási tervet, ez alapján haladtunk mi is. Először az egészségügyi dolgozók kerültek sorra. Rendkívül fontosnak tartom, hogy azokat, akik egyébként az egészségi állapotunkkal foglalkoznak, elsőként tudtuk biztonságba helyezni, mert hát ők a napi munka kapcsán a munkájukból kifolyólag is sok olyan emberrel találkoztak, vagy találkozhattak, akik maguk is fertőzöttek voltak. Aztán következett utána az idős otthonoknak és a bentlakásos szociális intézményeknek az oltása. Azt láttuk egyébként összességében, hogy az emberek jelentős része az nagyon várta, hogy hozzájusson végre az oltóanyaghoz. Ezért is volt az nagyon fontos döntés, hogy függetlenül a nagy politikai akaratoktól Magyarország úgy döntött, hogy minden irányból, keletről és nyugatról is gyakorlatilag a földkerekségen található valamennyi oltóanyagot beszerzi, mert óriási nyomás volt az emberek részéről, hogy szeretnének ehhez hozzájutni, és én azt gondolom, hogy ennek is köszönhetjük azt, hogy néhány hónap alatt több mint 5,5 millióan vették fel az oltást, mert egyáltalán hozzá lehetett jutni. Nyugat-Európában, több országban még azt tapasztaljuk, hogy a mikorosztályunknak az oltása éppen befejeződött, ugye nálunk Magyarországon pedig a nagy mennyiségű és széles körű oltóanyag beszerzés miatt mi már hetek óta a gyermekeinket is oltatjuk, tehát a 12 éves korosztálynak az oltása is megkezdődött. Ez azt gondolom, hogy egy nagyon komoly összehangolt és nagy erőfeszítésű munka eredménye, de mindent az alapozott meg, hogy megfelelő mennyiségű oltóanyag az rendelkezésre álljon. Most különféle korcsoportokat és intézményeket említett, ahol az oltásban részt vettek. Lehet-e bármiféle különbséget vagy rangsort felállítani, hogy hol volt esetleg nehezebb a feladatok végrehajtása, vagy egyszerűbb? Azt gondolom, hogy gyakorlatilag nyilván a feladat végrehajtása szempontjából az egy egyszerűbb feladat volt, amikor mondjuk egy idős otthont vagy az egészségügyi dolgozók oltása került előtérbe. Aztán amikor a szélesebb oltási lehetőség megteremtődött, és elkezdtünk valamikor február folyamán a lakosság általános oltását is, ugye a legidősebb korosztálytól megindulva, az már jóval nagyobb szervezést igényelt. Ugye ez volt az a pont, amikor a házi orvosokat is bevontuk az oltási feladatokat.
feladatba, és emögé bizony egy nagyon komoly logisztikai hátteret oda kellett tenni. Azt láttuk egyébként, én személyesen is azt tapasztaltam, nagyon sok házi orvossal beszéltem az elmúlt hónapokban, mert az ember igyekezett azért folyamatosan a visszajelzéseket, meg a javaslatokat, véleményeket begyűjteni. Én azt láttam, azt tapasztaltam, hogy a házi orvosoknak a jelentős része a megyében az oltáspárti, tehát gyakorlatilag ők maguk is nagyon sokat tettek azért, hogy a pacienseik, akiknek be esetleg kételyek voltak, hogy azok a pacienseket meggyőzzék, hogy mégiscsak vegyék fel az oltást. És én azt láttam, hogy azokon a településeken, ahol olyan házi orvosok vannak, akit tisztelnek az emberek, akinek elfogadják a szakmai véleményét, ott az nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az adott településen az oltakozási hajlandóság az magasabb legyen. De hát nyilván nagyon sok összetevője van ennek a kérdéskörnek, mert bizony azzal is meg kellett küzdenünk, hogy voltak olyan vélemények, amelyek gyakorlatilag szembe menve a teljes egészségügyi, professzori, virológus szakmával próbáltak kételyeket ébreszteni, vagy szakmai, vagy pedig politikai alapon az oltóanyagokkal szemben. Hogyha ezt is mellé rakjuk a történések mellé, én azt gondolom, hogy akkor így meg különösen nagy eredmény az, hogy most már több mint 5,5 millió ember felvette Magyarországon az oltást. Miután ma már az nyilvánvaló egyre inkább, hogy a negyedik hullám visszaköszönhet az ősz folyamán, ezért én ezt az alkalmat is kihasználnám, hogy mindenkit biztosak, hogy aki még nem, azt tegye meg, mert gyakorlatilag ha visszatér a vírus, akkor azok között fog veszteségeket okozni elsősorban, akik nem rendelkeznek védőoltással. És mindeközben azért az elmúlt hónapokban nem állt meg az élet a fejlesztések terén sem, hiszen azért voltak jelentősebb beruházások, illetve átadások. Melyeket tudja a kormány megbízottul kiemelni, akár az elmúlt hónapokból, akár a most folyamatban lévő jelentősebb fejlesztések közül itt a megyéből? Az elmúlt hónapnak a munkáját én azt gondolom, hogy nagyban meghatározta az a kormányzati döntés, hogy válság ide, válság oda, előre megyünk, nem megszorításokat hozunk be, nem összehúzódunk és behúzódunk védekezni, hanem megyünk előre a gazdasági szférában is. Ugye ennek megfelelően jelentős források kerültek kifizetésre a gazdaságban. Ide tartoznak azok a bértámogatások, amelyek a nehéz helyzetbe került ágazatokat igyekeztek megsegíteni, de hát a fejlesztési pénzek is, fejlesztések sem álltak le. Én azt látom, hogy az elmúlt hónapokban a pandémia ellenére megszülettek azok a legfontosabb döntések, amelyek mondjuk a megyei úthálózat fejlesztését érintik, kiemelve az M49-est a Vásárostamintól az M3-asnak a meghosszabbítását, vagy a Debrecen, ugye megszületett az a döntés is, amely a Debrecen-Nyíregyházát összekötő utat 4-sávossá alakítását tűzte ki célul, és emellett nagyon sok beruházás megy egyébként a megyében, az önkormányzatoknál, kisebb-nagyobb volumenű útfelújítások, intézményfejlesztések. Most már lehet rendezvényeket tartani, hála, és a folyamatosan zajlanak azok a kis közösségeknek azok az ünnepségei, ahol átadják ezeket a fejlesztéseket, ezeket a beruházásokat a települések, és jó érzés újra találkozni az embereknek is egymással, meg hát jó érzés azt is látni, hogy a munka nem állt meg a pandémia alatt sem. Ez köszönet illet ezért mindenkit, és a mindenkinél belértem azt a melóst is, aki a pandémia alatt dolgozott ezeken a beruházásokon. Ahogy látja, mennyire állt már vissza az élet azért a normális járvány előtti kerékvágásával. Mi lehet az az időpont, nyilván megbecsülni azért nagyon nem lehet, hiszen sok minden befolyásolja, amikor már mondjuk tényleg teljes életet élhetünk, és minden téren visszaáll az életünk a szokásos járvány előtti kerékvágásba. Hát én azt látom, hogy az élet az utat tör magának, tehát én azt gondolom, hogy ez egy teljesen elfogadható és jogos emberi igény és vágy, hogy az életünket olyan módon élhessük, mint ahogy korábban tettük. Nyilván ennek a pandémia gátat vagy határt szabott, de mégiscsak az az egészséges emberi magatartás, hogy közösségbe járunk, hogy közben elmegyünk egy kulturális rendezvényre, akár egy koncertre, elmegyünk egy színházba, vagy egyszerűen csak barátainkkal bátrabban merjünk, meg tudjunk találkozni. Én azt gondolom, hogy ilyen tekintetben nagyon sokat visszakaptunk már
a járvány előtti életünkből, és hogy ezt meg is tudjuk tartani, ahhoz továbbra sincsen semmi különleges módszer vagy gyógymód, továbbra is az van, amit mondanak a szakemberek, és amit azt gondolom, hogy ennek ez alapján mi is bátran mondunk, ez pedig az oltakozás. Tehát látszik, hogy a vírus az közben mutálódik. Nyilván ezek sok mindent nem tudunk még a vírussal kapcsolatosan, bár hogy a virológus szakma azért ne felejtsük el, hogy nagyon sok más típusú vírus esetében nagyon sok tapasztalat és tudással rendelkezik, tehát jól látszott az, hogy a folyamatok az, amelyek lezajlottak, azok előre kalkuláltak és kalkulálhatóak voltak sok tekintetben, tehát azok a jóslatok, amelyekbe a szakemberek bocsátkoztak, hogy mi és hogyan várható, tetőzése, lefutása, azok a gyakorlatban megvalósultak. Tehát azért én azt gondolom, hogy ilyen tekintetben a szakma az kiválóra vizsgázott az egész egészségügy az elmúlt időszakban, és ahhoz, hogy meg tudjuk tartani ezt a mostani életünket minél tovább, ahhoz az kell, hogy ha visszakopogtat az ajtónkon a vírus már a közeljövőben az ősszel, akkor minél kevesebb problémát okozzon. Nyilván beszélünk emberéletről, beszélünk egészségről, és hát ami ide kapcsolódik az egészségügyi ellátásról is, mert azt is láthatja mindenki, hogy olyan mértékű problémákat okozott a vírus, ami az egészségügyi kapacitásoknak egy jelentős részét lekötötte. Hát ezért kell az oltás, hogy ezt el tudjuk kerülni. Maradunk a koronavírus járványnál, de már egy más szemszögből közelítjük meg. Az elmúlt bő egy év lelki hatásaival, következményeivel foglalkozunk. A pandémiás helyzet és a vele járó szigorítások ugyanis jelentősen megterhelték mind a gyermekek, mind a felnőttek mentális egészségét. Több felmérés is azt igazolta, hogy kortól és nemtől függetlenül sokan szenvedték meg a megváltozott körülményeket. Vendégünk dr. Erdélyi Ágnes, addiktológus, pszichiáter, főorvos. Néhány hetet tüntették ki a Semmelweis napi ünnepségen, el szívből gratulálunk, jó estét kívánok! Jó estét kívánok mindenkinek! Mi a rendelőkben a tapasztalat? Lehet-e ezt érzékelni, hogy megnövekedett ez a fajta terhelés és ennek a következményei? Igen, most már érezzük azt, főleg amióta személyesen és gyakrabban el tudnak jönni a beteg a szakrendelőbe, hogy a koronavírus járvány miatt megnövekedett a szorongó beteknek a száma. Két nagy csoportra lehet ezeket a betegeket osztani, azokat, akik már korábban is szorongók voltak, és ez alatt az időszak alatt, amíg be voltak zárva, különböző korlátozások voltak, a szorongásokkal erősebben megjelent náluk, veszélyesebbnek érezték az életet, úgy érezték, hogy ők, nekik több mindent meg kellett tenni annak érdekében, hogy valahogy elhárítsák ezt a veszélyt, nehezen tudták ezt a szorongást kezelni. Mások meg azoknak a betegnek a csoportja, akik valamilyen módon személyesen megtapasztalták magát a betegséget, vagy azért, mert ők maguk, vagy családtagjuk, vagy valami olyan közeli hozzátartozók, ismerősük lett, akár súlyos beteg, vagy akár tragikus véget érő betegségben szenvedett, emiatt növekedett meg náluk a szorongásnak a mértéke. Akár egy nehezített gyász is felmerülhet ilyenkor. Mindenféleképpen a gyászreakció ugye egy nehéz dolog. Sokszor elmondjuk, hogy magyarok egy kicsit elfelejtettük azokat a tradícióinkat, amikkel korábban gyászoltunk. Igyekszünk erősnek mutatkozni, igyekszünk a gyászt gyorsan letudni, és valamilyen módon azt mutatni az emberek felé, hogy ez nem működik. Ez nagyon rossz. Nagyon rosszat teszünk magunknak, a gyásznak van egy ideje, meg kell élni ezt a gyászt. De amikor sok mindenki gyászol, hiszen sok mindenki veszítette hozzátartozót. Akár többet is. Akár többet is. Gondoljunk azokra a gyerekekre, akik mondjuk egyik szülőt, vagy mindkét szülőt elvesztették. Nekem nagyon megdöbbentő volt, amikor olvastam az újságot, hogy mennyi gyerek maradt a koronavírus miatt árván, teljesen megváltozott élettel. De ugye az is gyász, ha valaki elvesztette a munkahelyét. Elvesztette azokat a megélhetési lehetőségeit, amik voltak. Ezek mind-mind nagyon komoly szorongáshoz vezetnek. És azt, hogy ki hogyan tudja ezeket a szorongásokat megoldani, az függ a saját megküzdő készletétől, megküzdő képességétől, de attól is, hogy milyen emberek veszik körül. Tud-e segítséget kapni?
Illetve sokszor még az is kérdés, hogy merre segítséget kérni, hiszen nagyon sok embernek a kérés megfogalmazása is nehezen megy, önmaga előtt sem meri beismerni, hogy szüksége van arra, hogy valaki segítsen. Milyen megküzdési mechanizmusokkal lehet ezzel szembenézni, illetve én azt látom, hogy azok kis bajba kerültek, akiknek azok a meglévő megküzdési módok bezárultak, illetve nem volt lehetőség a karantén idején a jól bevált módszereket alkalmazni. Ugye azt mindig elmondjuk, mindegy, hogy milyen élethelyzetről van szó, hogy a társas kapcsolatok nagyon jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy bizonyos nehéz helyzeteket jól tudjunk kezelni. A kapcsolataink azok, és ha valakinek nagyon széles körű kapcsolata van, nagyon erősek a szeretet kapcsolatai, sokkal könnyebben átvészeli a nehézségeket, ezt azért mindenféle tanulmány, vizsgálat mutatta, hogy azok, akik nem egyedül élnek, azok sokkal védettebbek a stresszel szemben. Most maradt, hogy volt ez a helyzet, amikor pont a társas kapcsolataink szűkültek le. És a testi érintések, tegyük hozzá, az ölelés, az igen. Így van. Leszűkültek azok az érzelem kifejezések. Ugye azt is tudjuk, hogy a szeretetnek többféle nyelve van, és van, akinek a szeretet nyelvhez nagyon fontos, hogy érintéseket kapjon. Az érintés pedig veszélyessé vált, ami meg egy nagyon nehéz érzelmi állapot, hiszen egyik irányból van bennem egy igény, hogy én is megérinthessek valakit, megölelhessek, meg engem is öleljenek meg, hiszen nekem is fontos, hogy érintések legyenek, és nem csak kisbabakorban, hanem még felnőtt korban is igenis, hogy fontosak ezek az érintések. És akkor egyszer csak azt halljuk, hogy ne érintsük meg a másikat, mert veszélyes, és tartsunk távolságot. És akkor az emberbe akaratlanul is jön egy konfliktus, ugye pszichológiai konfliktus úgy jön, hogy én valamit szeretnék megcsinálni, és valamit nem szabad, és akkor ez egy megemelkedett stressz szintet jelent. És aztán amikor meg már újra lehet, hogy akkor mégiscsak kit érinthetek meg, és kit nem, és milyen mértékben. Pont a múltkor volt valami ezért nagyon szokott dolog, hogy találkozunk valakivel, bemutatkozunk, kezet fogunk. A kézfogás is leszoktunk, igen. Szabad, vagy szabad, az öklünket, igen. Vagy a könyökünket, ezt inkább a férfiak csinálták, a nők megálltak, én azon is gondolkodtam, hogy lehet, hogy a japánok már korábban ezt átélték, szóval a japán kultúrában nem is érintik egymást, hanem ők inkább mosolyognak és hajolnak. És lehet, hogy mi is át fogunk alakulni valamilyen nagyobb távolságtartásra, ezt ugye nem tudjuk, de minden esetben most azért így gondolkodunk, hogy most már merjek kezet fogni, vagy még nem biztos, hogy jó, hogy kezet fogok. Úgyhogy most egy tanulásnak vagyunk a részesei, méghozzá egy nagy közös tanulásnak, ahol meg kell tanulni azt, hogy hogyan tudjuk elviselni, és hogyan tudjuk belőni azokat a távolságokat, amik viselhetők számunkra, de kellően biztonságosak ahhoz, hogy a esetleges fertőzéstől megvédjük magunkat. Mert hogy ugyanígy a nyitásnál is megtapasztaltuk ezt a fajta sok hatást, hogy akkor most újra szabad, akkor mit szabad, és mi az, amit hivatalosan szabad, meg mi az, amit a józan eszem megenged. Igen, meg azért a saját magunk is tudjuk, hogy mindig, amikor valami változás történik az életünkben, akár elmenjünk szabadságra, utána egy picit nehezebb visszamenni a munkahelyre, és nem azért, mert bajunk van a munkahelyen, csak megszoktunk egy másfajta dolgot, pedig az 2 hét, vagy maximum 3 hét. Itt meg azért már most egy éve lassan ezt játsszuk, hogy, vagy nem játsszuk, mert ez egy nagyon rossz szó, hiszen szenvedjük azt, hogy hol szigorúak a korlátozások, hol enyhítenek, aztán amikor már megint fellélegeznénk, akkor újra jön valamilyen negatív esemény, ami miatt újra szorosabbra kell vonni ezeket a korlátozásokat. Tehát nem is tudjuk, hogy... Időben sem tudjuk behatárolni, hogy meddig fog ezt tartani. Hogyha most kilépek, akkor 1 hónap múlva, 2 hónap múlva megint történik valami, vagy nem történik. Azzal teszek-e jót, hogyha én most belevetem magam a nyár szabadságába, vagy azzal teszek jót, ha egy kicsit visszafogom magam, és rákészülök arra, hogy esetleg kivárjam azt, ameddig még biztonságosabb lesz a külvilág. Ezek nagyon nehezen eldönthető kérdések. És természetesen, ha valaki szorongóbb, akkor sokkal jobban meg fogja viselni, hiszen ezek a fajta szorongások és az a magas stressz szint, ez mindenkit megvisel. A döntési helyzet az mindig egy külön szorongásos helyzet, már pedig mostanában azért olyan dolgokról kell dönteni, amiről eddig mi életünkben sosem. Tehát most akár az oltásokra gondolunk, hogy akkor most oltás, nem oltás, melyik oltás, a harmadik vagy nem harmadik, dönthetek vagy döntenek helyettem, tehát azért ezek olyan súlyos kérdések, ami nagyon megterhelő. Igen, ezt sem szoktuk. Ez sem volt eddig feladatunk, hogy ilyenfajta dolgokba döntsünk.
Azt azért meg lehet figyelni, sokkal egészségtudatosabbak az emberek. Sokkal inkább szeretnek rálátni a saját egészségükre, azt, hogy mi történik velük. Ezelőtt 20-30 évvel, amikor én kezdtem a pályámat, sokkal kevesebb kérdést tettek fel a betegek. Most már igenis tudni akarják, hogy egy adott gyógyszer hogyan hat, hogy egy adott dolog, ami a szervezetébe bekerül, mi történik vele, ami én azt gondolom, hogy nagyon jó dolog. Tehát nagyon fontos, hogy az emberek azt, amit megtesznek, amit elfogadnak, azt úgy fogadják el, hogy ők döntötték el, úgy fogadják el, hogy belátják, hogy ez nekik hasznos vagy nem hasznos. De hát az oltással kapcsolatban régi ismereteink vannak. Tudjuk, hogy az orvostudomány egy csomó fertőző betegséget az oltások segítségével tudott kiküszöbölni. Nincsenek himlőjárványok, mert a földet himlőmentessé tette a védőoltás. Már nem is kapunk oltást, hiszen már nincsen rá szükség. De nincsen járványos gyermekbénulás. A TBC-t azért, amit Morbus Hungaricumnak nevezték, hát Magyarországon tombolt a TBC, tehát azért ezeket mind a védőoltások tudták kiküszöbölni. De azok ugye régi, jól bevált oltások, vagy legalábbis azt hisszük, hiszen belegondolunk, azok is egyszer újak voltak. Azokat is elkezdték. Igen, csak a mi életünkben az már megvolt. Tehát igen, mi még nem tapasztaltuk meg azt, hogy egy új dolgot kell, hogy kipróbáljunk. Egy utolsó kérdés. Meggyőződésem, hogy minden egyes krízis helyzetnek megvan a maga nyeresége és előnye. Mi lehet ennek a nyeresége, ennek a mostani pandémiának? Én azt gondolom, hogy egy csomó dologra ráirányította a figyelmünket, a másik fontosságára. Szerintem arra, hogy az emberek mennyire össze tudnak fogni. Én nekem ez nagyon nagy öröm volt és tapasztalás, hogy igenis, hogy nagyon sok olyanra is lehet számítani, olyan emberre is lehet számítani, akiről nem is gondolták a szomszédok, barátok, ismerősök, hogy odafigyelnek a másikra. Arra, hogy mégiscsak egy valamilyen fajta egységes összefogást kért az emberektől. Az már nem annyira jó, hogy megosztotta az embereket, ilyen oltottak, olyan oltottak, ilyen csoportra és olyan csoportra, de hogy azért vannak párbeszédek dolgokról, és azt, hogy igenis ilyen egyszerű dolog az, hogy kezet kell mosni, hogy ha kijövünk a boltból, nem azonnal elkezdem a kifli csücskét harabdálni bármennyire, és hát, hogy olyan dolgokra felhívta a figyelmünket, amiket meg tudtunk, hiszen óvodáskorunktól belénk súlykolták, de valahogy mégsem tartottuk be. Az egészségtudatosságunkat, azt, hogy figyeljünk magukra, és hogy tényleg tegyünk meg, de ne csak ilyen álságos dolgokat, hanem olyan dolgokat tegyünk meg az egészségünk érdekében, amik hasznosak és előre visznek. Főorvos asszony, köszönjük szépen, hogy befáradt hozzá. Köszönöm szépen a figyelmet. Kedves nézőink, 35 perc című műsorunkkal legközelebb hétfőn találkozhatnak, én már köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!